Sok szeretettel köszöntöm a tévénézőket innen a BKTV stúdiójából. Én Werner Vivien vagyok, a mai vendégeim pedig a Közrendvédelmi Alapítvány vezetősége, illetve a Nagytétényi Önkormányzat képviselői lesznek, név szerint Bata Zsuzsa, Szociális Egészségügyi Bizottság elnöke, illetve Ledinszky Sándor, a Városfejlesztési Bizottság elnöke. Köszöntöm Önöket itt a stúdióban. A mai témánk pedig nem csak a 22. kerületi új beruházások, hanem legfőképpen a nagytétényi átalakítások lesznek. Hogyan zajlott a nagytétényi városközpont rehabilitációs programja? Hát nehéz elhinni, hogy egy évvel ezelőtt, amikor a Tétény mozit elkezdték bontani, hogy abból egy éven belül használható épület lesz, és utána még közre játszott az, hogy a műemlékvédők miután a mélygarázsnak elkezdték keresni az alapját. A területet birtokba vették, és majdnem két hónapig zárolták, nem lehetett használni. Ezzel együtt a beruházó időre befejezte a munkákat, és a nagytétényi polgárok legnagyobb örömére az épületet időbe átadtuk. Azóta helytörténeti kiállítást rendeztünk, a gyerekek is birtokba vették, már számtalan előadás volt. A Szelma ház is teljesen megújult, kapott egy emeleti traktust, ahol egy inkubátorházat tervezünk, különböző vállalkozásoknak a jelentkezését várjuk majd ide. És van egy vadonatúj könyvtárunk az egykori zsinagóga helyén, ami az egykori hangulatába egy nagyon szép épület, és reméljük, hogy a fiatalok és az idősek is minél nagyobb számban fogják majd használni ezeket a létesítményeket. Megújultak a utcák, terek, a Szent Háromság tér, a Piac tér, és még a Szabadság utcának is sikerült kicserélni az Ódon út burkolatát, úgyhogy az a napokban készen. Milyen átalakítások illetik a kerület piacait? Nagyon nagy vágyunk fog most megvalósulni jövőre, remélem már az év elején meg tudjuk Nagytétiben a piacot. És a budafoki piac is lesz. És a budafoki piac már előre halott állapotban vannak tervezésileg. Igen. És milyen tervezések lesznek? Sándor, talán a piac el fog tolódni a Dunapart irányába. Az önkormányzat itt felvásárolta a ingatlanokat. Most a jelen pillanatban ezeknek a bontásánál tart az építkezés, illetve a bontása folyik. És jövő évben ez is teljes egészében el fog készülni. Egy teljesen vadonat piac lesz, megújul, a mozi épületét el fogják bontani, és az egész városközpont ott is egy teljes rehabilitációt fog kapni. Mit kell tudni a szociális bérlakás pályázatról? Valóban jövőre lesz, nem is nagyon aktuális. Ígéretet kaptam, hogy 6-8 lakást fognak felújítani, olyan állapotban hozni, hogy azt a rászoruló családok megkapják. Ennek a pályázati kiírásának az idejét még pontosan, napra pontosan nem tudjuk, de éveleje lesz, január vége, február eleje. Erről fogjuk tájékoztatni a lakókat, hogy a Városházi Iratóban is, illetőleg az önkormányzat honlapján, hol tudnak majd még mindenféle részletet ahhoz, hogy a pályázatot be tudják adni. És kik pályázhatnak majd? A kerületben élő rászoruló, szociálisan rászoruló családok. A zajvédő falak is meg fognak újulni a kerületben, ezekről mit kell tudni? Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Hallom itt a lakóktól, hogy nem igaz. Hiába van zajvédő fal, de a funkcióját nem tölti be 100%-osan. Úgyhogy erre is ígéretet kaptunk, hogy ezt jövőre megújítják, megerősítik. Nem vagyok benne szakember, de lényeg az, hogy egy olyan fajta zaj, olyan anyagból építik fel a zajvédőfalat, hogy az valóban szigeteljen. Mert most még nem annyira hangos, hogy be vannak csukva az ajtók, ablakok, de nyáron, majd tavasszal ez már elég zavaró tud lenni. Nagy lakosainak nagy problémájuk volt a Kolozsvár utcai átjáróval. Ez is meg fog újulni, ha jól tudom. Így van, sőt, én már úgy tudom, hogy már a mai naptól ez már megszűnt ez a probléma, és reméljük, hogy véglegesen.
Az történt ugyanis, hogy amikor felújították a kereszteződést, illetve amikor átadták ott a vasúti átjárót, az ottani szoftverrendszer nem igazán jól működött, és ennek köszönhetően belassult a vonat, és ilyen 20 perceket lehetett várakozni a piros lámpánál. Ez nagyon bosszantó, főleg amikor sietünk. Milyen egyéb fejlesztéseket terveznek a jövőre nézve? Hát szeretnénk befejezni a útépítéseket, tehát még egy-két utca van, ami nincs aszfaltozva, csatornázva. A rakódó út az gyalázatos állapotban van, úgyhogy azt mindenképp szeretnénk leaszfaltozni. És egyre többen járnak be vonattal, úgyhogy egy méltó vasútállomás megépítését szeretnénk, egy játszóteret építeni a sportpályával szemben. Köszönöm szépen, hogy vendégeim voltak. Mi köszönjük a lehetőséget. A nézőknek pedig kellemes ünnepeket szeretnék kívánni, és a figyelmüket is köszönöm. További szép estét, viszontlátásra!